Jó estét kívánok! Ma kiderült, amire biztos sokan kíváncsiak voltak, hétfőn indul az újabb nemzeti konzultáció. Az aktuál mai kérdése az, hogy önök részt vesznek-e benne. És van egy másik, talán egy picit ennél fontosabb kérdés is, amely a kormányzó képességet vizsgálja. Ez még mindig a 21 kutatóközpont adatsora. Mindjárt megmutatjuk, hogy a magyar kormányban, a leendő Tisza kormányban, amiben a Tisza szimpatizánsai reménykednek, hogy 26 után ez jön Magyarországon, vagy az Orbán kormányban bíznak jobban a magyarok, ki kezeli jobban a gazdasági válságot, vagy kezelni jobban a magyar gazdaság helyzetét. Ezzel is fogunk foglalkozni, és még ezen kívül is van három fontos témánk, mutatom, hogy melyek ezek, és hogy kik a ma esti vendégeink. Orbán Viktor szerint Brüsszel báb kormányt akar, mert a mostani kavicsacipőjükben. Hétfőtől indul a gazdasági semlegességről szóló nemzeti konzultáció. Támogatja a budapesti olimpia rendezését a főpolgármester, de csak úgy, ha attól a főváros is fejlődik. A Tiszapárt frakciója nem ment el az erről is szóló egyeztetésre. Költségvetési csalás miatt vádat emeltek Nobilis Kristóf milliárdos üzletember ellen. Az ügyészség letöltendő börtönt kért a több mint 2 milliárd forintos ügyben. Az agrárminisztert is meghallgatták. Gémesi György megfosztotta jogköreitől az alpolgármesterét Gödöllőn. Győrben a Fidesz nagy nehezen engedte az új városvezetőnek, hogy alpolgármestert válasszon. Mai vendégeink Bojár Ábel, az Opinió kutatási igazgatója. Gémesi György, a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Ez az Aktuál, a stúdióban Krug Emília. Jó estét kívánok tehát még egyszer, és jó estét a ma esti vendégeinknek. Szerintem lehetne ötösünk a lottón a tegnap esti vendégeinkkel, mert hogy tegnap este itt az Aktuálban arról beszélgettünk, hogy az október 23-án elhangzott Orbán Viktori beszédből a báb kormány lesz az a hívó szó, amire félhetően a következő hetekben, hónapokban majd figyelnünk kell, hogy erre húzza fel a kormányzati kommunikáció a vezérfonalat, és lám a ma reggeli rádióinterjúban is elhangzott ez a kifejezés. Mutatjuk, hogy itt most milyen kontextusban és milyen bővebb információk keretében. Nem akarunk bábkormányt, báb miniszterelnököt, meg bábállamot látni a független magyar állam és magyar kormány helyett. Jelentette ki péntek reggel Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök október 23-ai beszéde után megismételte, hogy Brüsszelben annak örülnének, ha a magyar kormány nem lenne ott kavicsként a cipőjükben. Belemondták a magyar emberek arcába. Azt mondták, hogy vége van, miniszterelnök úr, maga húzzon el, meg a kormánya, és itt van helyette az új leendő miniszterelnök, meg az új leendő kormányzópárt, mi, brüsszeliek, ők támogatjuk. Mondta Orbán, utalva Magyar Péterre, bár a miniszterelnök nem mondta ki a Tisza párt elnökének nevét. Magyar Péter Facebook posztjában egyebek közt azt írta, miniszterelnök úr, a magyar emberek értik a viccet, csak nem szeretik, vége van, nincs több esély. Nyilván a Fidesz kemény mag szavazóinak ez egy erős üzenet, hogy itt Orbán Viktort valaki szeretné leváltani. Nyilván magas labda volt az is, hogy a Néppárt és Manfred Weber ezt explicit tényleg kijelentette a legutóbbi Európai Parlament ülésen, meg azóta is Facebook posztokban. De vajon a bizonytalan szavazóknak, a Fidesz perem szavazóinak ez rossz hír, vagy ők azt mondják, hogy jó, hát lehet, hogy valaki más támogatnának Brüsszelből, de hogyha mondjuk ő a gazdaságot jobban kordában tudja tartani, a napi problémákat jobban meg tudja oldani, akkor nem ezen a törésvonalon ítélik meg, hogy ki a jobb kormányfő. Mennyit számít ez a úgymond szuverenitás kérdés? Én azt gondolom, hogy számíthat, és azt is gondolom, hogy nagyon sok olyan leszakadt Fidesz szavazó van most jelenleg az országban, aki elbizonytalanodott az elmúlt hónapok különböző ügyei miatt, vagy a választások kimenetele miatt, de mondjuk elgondolkozik azon, hogy tényleg akarunk-e, most tényleg egy olyan szavazó fejével gondolkozom, aki mondjuk ilyen 10-15 éve ezen a szuverenitás vonalon ül. És nekik ez lehet egy hatékony hívószó, de szerintem amiben nem annyira erősítő kártya az, hogy Magyar Péter erre felkészült, és az ő kommunikációs paneljei megágyaztak annak, hogy őt ezzel nem lehet támadni, valószínűleg az, hogy az Európai Parlamentben tartózkodtak az ukrán hitel megszavazásánál, az ettől nem független. Uh-huh. Ha belegondolunk, én úgy ítélhetem meg ezt a mondatot, hogy sem
hívő szavazó, sem peremen billegő szavazója, nem vagyok a kormánypártnak, azt hiszem ennyi személyes diszklémer az elfér ebben a műsorban, hogy ez a mondás, ez már elhangzott 2002-ben, hogy ugye a biztos mondták már ezt, vagy írták ma mások, tehát nem akarom azt a benyomást keltni, hogy én itt most felfedezem a kanálban a görbületet, de ez a haza nem lehet ellenzékben logikája. Tehát, hogy ha nem Orbán Viktor a miniszterelnök, ha nem a Fidesz adja az elnyomó erejű és méretű többséget a parlamentben, akkor az nem lehet legitim kormány. Az legjobb esetben egy Brüsszelből kinevezett darabont kormány, egy báb miniszterelnök egy báb államban. Tehát nem akarom messze rúgni ezt a labdát, hogy akkor már itt előre megágyaznak annak, hogy mert 2026-ban, ha veszít a Fidesz, akkor már előre lehessen játszani, hogy nem adják át a hatalmat. De hogy ez ugyanaz a logika. Ha nem én vagyok a miniszterelnök, akkor nincs is miniszterelnök. Ha nem én adom a kormányt, akkor nincs is kormány. Ha nem az én pártom vezeti az országot, akkor nincs is ország. Az az igazság, hogy ezt mindenki látja, hogy a Tisza párt beérte a Fideszt. És a Fidesz keresi azt a kommunikációs csatornát és vonalat, ami alapján új üzeneteket tud megfogalmazni, és tudja a saját szavazótáborát mozgósítani, illetve egybetartani. Ez most egyre neccesebb a számára. Most ez egy kommunikációs technika, ismerjük a Fidesz kommunikációját, ugye be vannak gurítva a szavak, aztán mennek szépen körbe a képviselőkön, minisztereken, államtitkárokon keresztül, de nagyon sok olyan üzenete volt a Fidesznek a Magyar Péter pártjával szemben, meg olyan lejárató kampány, aminek eredményeképpen lassan rájönnek, hogy nem fogott a golyó. Tehát újabb és újabb technikákat kell kitalálni a kommunikációs csapatnak, csak ebben van most már egy olyan ellenfél, aki versenyképes, akit nem lehet azzal vádolni, hogy ő kormányzott, nem tudom, meg mit, milyen törvényeket hozott, mert nem kormányzott. Elértek egy hatalmas eredményt, és kezd összeállni a csapata. Ez egy izgalmas harc és csapat. Ebben a puzzle-ben most egy újabb két darabot kaptunk meg a héten, a 21 kutatóközpont számait, azt már több adásban is elemeztük. Ugye ez volt az intézet, amely először mérte igaz hiba határon belül, de vezetésre a Tiszát a biztos szavazók között a Fideszhez képest, és ugye a Partizán megrendelésére készült ez a kutatás, és ma nyilvánosságra hoztak belőle még két fontos adatot. Az egyiket, mindkettőt már láthatják, az egyikben megint csak arról van szó, hogy megveri Magyar Péter leendő elképzelt kormánya a Fidesz, ez pedig az a kérdés, hogy ki kezelné jobban a gazdaságot, a gazdasági helyzetet. Itt 52% áll 48-al szemben. Fontos itt is, hogy hiba határon belüli mozgásokról van szó, és 49%-ban is a Tisza pártra szavaznának, amikor az volt a kérdés, hogy ki kormányozná jobban az országot. 51%-kal itt a Fidesz vezet. És ugye tegyük hozzá, hogy az is egy fontos adatsor volt, hogy milyen irányba tart az ország, és itt a teljes népességen belül, ha jól emlékszem, 70% fölött volt azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy rossz irányban. Na most ezek az adatok szokták, de javíts ki, hogyha nem pontosan így van, megalapozni azt, hogy ki milyen pártot választ. Tehát, hogy a kormányzó képesség, és hogy jó irányba megy az ország, vagy sem. Minden kérdésben a Fidesz nem éppen hasít, nem áll jól. Szerintem a két adatsor között nincs jelentős különbség, nem érdemes disztingválni a között, hogy hogyan kormányozna a gazdaság. Ez a legtöbb választó fejében nem annyira csapódik le külön kérdésként. Ami viszont fontos, hogy sok Fidesz-szel amúgy, legyen az kulturálisan, vagy a korrupciós botrányok miatt kritikus szavazó fejében, kiépült az évek során ilyen nimbusz, hogy legalább kormányozni. Ismerjük ezt a közhelyet, nem, hogy legalább kormányozni tudnak. Magyarul, ha egy ilyen döntetlen közeli helyzetben, pártpreferencia tekintetében döntetlen helyzetben, ha én nem láttam volna ezt az adatsort, amit most be lett mutatva, én arra tippeltem volna, hogy ebben azért a Fidesz vezet, mert mégiscsak ott van 15 év, hány év? 14 év, attól függ, hogy számolod. Rutin, ott vannak komoly szakemberek, mint Varga Mihály, Márton, stb. Most nyilván választó fejével gondolkodok. Magyarul itt azért valamekkora Fidesz előnyre számítottam volna, és az, hogy ez nincs, hanem ebben is döntetlen van, az szerintem egy kifejezetten aggasztó jel lehet a kormánynak. És ehhez hozzávesszük, hogy mi a Transparency International Magyarországnál évek óta tulajdonképpen döbbenten figyeltük, hogy már 2017-ben lehetett tudni, hogy
a magukat biztos Fidesz, tehát kormánypárti szavazóként azonosító polgárok fele tisztában van azzal, hogy súlyos korrupciós botrányok érintik elkövetőként, haszonhúzóként a Fideszt, és mégis oda szavaz. Tehát a korrupció az egyáltalán nem tudott csúnya anglicizmusra, ugye game changer-re, tehát a küszöb értékké válni. Valószínűsítem, bár ez lehet, hogy spekulatívnak ad, hogy ebben a legalább kormányozni tudnak előny elvesztésében közrejátszott az, hogy olyan maflás sorozaton rohant végig a kegyelmi botrány óta ebben az elmúlt szűk évben, most záruló évben a kormánypárt, ami tulajdonképpen 2010 óta ilyen koncentráltan nem érte, és ez most hirtelen varástalanít, ez most lerántja őket a trónról, ráadásul látják azt is, hogy a már a polgárok, hogy olyan történik meg, ami korábban tényleg nem, Orbán Viktor nagy neveket áldoz be nagyon gyorsan, és hát ugye eljutottak a Orbán Balázsig, aki nincsen beáldozva, de mondjuk akkora bakit lőtt, hogy normál esetben le kellene cserélni. Ez azért hozzájárulhat ahhoz, hogy most lehet, hogy ezek a botrányok a kormányzó képességbe vetett korábbi, többé-kevésbé inkább hitalapú meggyőződés. Ezek tényleg a politikai váltás, a szavazói magatartás váltására kényszerítik a polgárokat. És fogy a pénz, illetve nincs. Csökkent a fogyasztás, csökkent az áfa bevétel, a költségvetés nagyon komoly gondban van, megpróbál összekapargatni, már 5-6 milliárd forint is sokat jelent a túléléshez. Látják az emberek, a gazdasági szereplők egy része nagyon nehéz helyzetben van, nem tudják, nem látják azt a biztonságot, hogy olyan tudják túlélni. Ez mind-mind a háttérben azért dolgozik, mindazok mellett, ami itt az előtérben látszódott, a különféle botrányok és egyéb dolgok. Tehát ezek egy összetett folyamatot eredményezek, és ehhez képest Magyar Péter megy a maga útján, elmegy hőmérőzni, elmegy a Mávra, elmegy Brüsszelbe, tárgyal, és mindenre elképesztően gyorsan reagál a csapat mellett. Nem véletlenül, ha gyorsan hozzátettek valamit, hogy nem véletlenül Orbán Viktor felismerte azt, hogy neki elemi érdeme az, hogy legyen végre valamilyen gazdasági jövőbe mutató tervről szó. Tehát, hogy a választók térjenek oda-vissza, hogy 2025-2026-ban valami végre történjen ebben a gazdaságpolitikában, ami értékelhető. És nagyon próbál erről beszélni, nem tudom, erről lett volna szó amúgy is a rádió interjú kapcsán. Intézkedések tömegei vannak bejelentve, 2026-ra készül a választási költségvetés, tehát nagyon érzi azt, hogy gazdaságpolitikában tényleg valami újat kell nyújtani a választóknak. Költségvetés van, pénz nincs, ahogy mondtad, azt ne felejtsük, hogy ez egésznek a háttérében az van, hogy nem jönnek a pénzek az Európai Unióból, tehát hogy odament Brüsszelbe, vagyis Strasbourgba Orbán Viktor, és annyit tudott mondani, hogy azért szivatják Magyarországot, mert őt Manfred Weber, meg a bizottság személy szerint nem szereti, meg ez egy ideológiai harc, meg hogy a baloldal támadja őt, de igazából az egyszálbélű igazságügyi reformon túl, ami több mint egy évvel ezelőtt történt, másfél éves már, semmilyen számottevő, komoly értéket képviselő kormányzati javaslatcsomag, kezdeményezés, változtatás nem történt annak érdekében, hogy azokat a bizonyos mérföldköveket, amelyeknek a teljesítése, elérése az uniós pénzeknek, 20 milliárd euróról beszélünk, ennek a pénznek a megérkezése feltételeül van szabva, megpróbálja a kormány teljesíteni vagy megközelíteni. Tehát arról beszélnek, hogy a bizottság az hű de gonosz, de hogy egyébként megpróbálni valamit tenni annak érdekében, hogy a magyar emberek ezt a pénzt megkapják, hát az fel sem merül, mert ugye ez a rezsimet elemeiben, alapjaiban rázná össze, és itt csúszik össze, hogy a kormány rezsim érdeket és nem nemzeti érdeket képvisel. Itt nincs előrelépés, viszont amiben van, vagy legalábbis egy régi új eszközt megint elővettek, ez ugye a nemzeti konzultáció, amiről kiderült, hogy hétfőtől mindenki kitöltheti. És nagyon érdekes, hogy amivel a korábbi ellenzéket nagyon sokan vádolták, kritizálták, hogy ugyanazokat a reakciókat adja ugyanazokra a helyzetekre, amik ugyanúgy nem működnek, és akkor miért várja, hogy más lesz a végeredmény. Itt most, mintha Magyar Péter lenne az, aki folyamatosan mozgásban tartja a saját gépezetét, amire mindenki más csak reagál,
Ez a nemzeti konzultáció, ez megint egy régi fajta, régi típusú reakció. De eddig ugye úgy tűnt, hogy eddig működött, és nekem inkább az a közhely jutott erről eszembe, hogy az a tábornok, aki a múlt csatái próbálja mindig megvívni, azért, mert abból úgy gondolják, hogy valamit tanultak, és régen működött. És szerintem Orbán, sokat nevetgéltünk ezzel, meg sokat kritizáltuk, mind szakmailag, mind intellektuálisan ezeket a konzultációkat, én azt gondolom, hogy politikailag ezek sikeres termék, sikeres eszköz volt. És most az lehet? Azt gondolom, hogy... mind múlik? Tehát ugye nem látjuk, nem igazán transzparens az, hogy mennyien töltik ki, hol töltik ki, milyen felületen töltik ki. Miben lehet ennek a sikerét lemérni, hogy bemondanak egy számot, hogy na mennyien töltötték ki? Például Kubatov listában. Tehát az, hogy 1-2 millió kitölti, azért ez egy nagyon fontos információ. Csak akkor ott kérdés, hogy ez kinek a sikere. Oké, de nem csak, igen, de nem csak ebben van a siker, szerintem az, hogy tényleg, hogy bármilyen demagóg módon az éppen aktuális választásra készülő politikai üzenetet, ezek a konzultációk szerintem rendkívül sikeresen adták át. Ilyen szempontból nem becsülném le. Engem azért irritált mindig a nemzeti konzultáció, mert ez a feje tetejére állított magyar abszurdnak a normalizálásáról szól. Igen. És más irányból közelítem meg a problémát. Nem neked szólt. Nem nekem szól, ez világos, nem én vagyok a célközönség, igen. De amikor próbálja bármelyik a magyar helyzetet, jogállamiság helyzetet, kormányzati teljesítményt bemutatni, értékelni igyekvő szakértő vagy civil szervezet, azt érzékeltetni a mondjuk az Európai Bizottsága, hogy mi zajlik itt politika csinálás, döntéshozatal címén, akkor ugye oda vágják, hogy na de hát azt mondta a kormány, hogy 1 millió emberrel konzultált, és hogy tényleg az van, hogy egy ponton túl ezek a nyugati demokráciákban bejáratott kifejezések, mint például konzultáció, vita, társadalmi egyeztetés, előhozzák azokat a hívószavakat, rugókat, amelyek nyugaton, Németországban, Svédországban, nem tudom, Dániában tényleg működőképes tartalmi tűnik. Véleménycserékről szólnak. Azt elmagyarázni, hogy de hát ez itt nem pont úgy van, ez egészen más is demagóg, nagyon sok energiát igényel, mind a magyarázó, mind a befogadó részéről, tehát az sikeresen elérte ezzel a hatalom, és valószínűleg ez csak egy ilyen járulékos nyereség nekik, hogy bizonyos demokratikus bábozásokat, kliséket a tartalommal megtöltöttek, és ezt el lehet adni a külföld fel, úgyhogy hát nálunk is van ilyen, hát olyan, mint a, nem tudom, 1987-ben tervezett jogalkotási törvény, ahol a törvényeknek lakógyűlésen való egyeztetés. Szerintem nem külföldnek tudják ezt eladni, szerintem külföldön a stakeholderek, szép angol kifejezésével megint csak, pontosan tudják, hogy ez kamu. Szerintem itt inkább a saját tábor az, akinek a mobilizációjára és hát információszerzésre. Ez egy fontos eszköz. Egyértelmű. Emiatt mondom, hogy nem becsülném le. Két ilyen eszköze volt, a nemzetközi konzultáció és a békemenet. Mozgósítani kell a saját tábor, voltam annak idején én is politikai pártnak vezető tisztségviselője. Ezek ilyen játékszabályok, amiket alkalmazni kell, a technikákat kell megtalálni, hogy tudod mozgósítani egyrészt a közvetlen stábodat, a hadsereget, és utána azt a környezetet, amelyik szavazóként várhatóan rád fog szavazni. Ezeknek ez az oka, a sikere, tulajdonképpen megfogalmazzák a kérdést és a választ is, és ugye beadagolják a tablettát, hogy akkor ez kell, és akkor a számokat én véleményem szerint, hogy ne legyen ebből kicsit kozmetikázva teszik elég. Na, hogy a nagy magyar lakosságon belül egy kicsi, de azért jelentős rész hogy szavazna, vagyis az önök véleménye ezzel kapcsolatban jön mindjárt, mert az volt az aktuál mai kérdése, hogy önök kitöltik-e ezt a bizonyos hétfőn induló nemzeti konzultációt, mindjárt mutatom a végeredményt. Önök válaszolnak-e a nemzeti konzultáció kérdéseire? Ezúttal hétfőn indul, ugye ez a lehetőség, és mindjárt mutatjuk, hogy az aktuál nézői hogyan döntöttek ebben az ügyben, és majd szokás szerint mindjárt mutatok pár hosszabb kommentát is. Hát, ahogy Ligeti Miklós, a mi nézőink sem tartoznak a célközönségébe a nemzeti konzultációnak, ahogy látom, 93% nemmel szavazott nálunk, és 7% mondta azt, hogy igen, kitölti, köszönjük szépen a szavazatokat, és akkor pár vélemény, egyébként nagyon
hasonló arányban érkeztek ezek a vélemények, mint ahogy a szavazás végeredménye tükrözte a helyzetet. Zsuzsa úgy fogalmazott a kérdésünkre, hogy sajnálom azt a sok pénzt, amibe ez nekünk kerül, jobb helye is lenne például az egészségügyben, ugye ilyen 2-3 milliárd forintos nemzeti konzultációkról beszéltünk az elmúlt években. A következő vélemény nem, a miniszterelnök sem válaszol a felé intézett kérdésekre. Mondjuk ez igazságtalan, mert van évente egy-két sajtótájékoztató, amikor válaszol azért. László úgy fogalmaz, hogy egyébként ez magánügy, de úgysem fog stimmelni a matek, mert a jelenlegi helyzetben nem hoznak nyilvánosságra valós, hiteles végeredményt. Laci úgy fogalmaz, hogy ugyan miről fog szólni a konzultáció, csatlakozna az Európai Ügyészséghez, az egészségügy és az oktatás helyrehozataláról, vagy hogy miért vannak milliárdok magántőke alapokban? Valószínűleg nem erről fog szólni. És még egy vélemény gyorsan, Károly szerint, ha a kormányt igazán érdekelni az emberek véleménye, akkor nem korlátoznák a népszavazási kezdeményezéseket. Köszönjük az érdemi kommentárokat. A következő részben többek között azzal folytatjuk, hogy Karácsony Gergely egyre több indokot hoz fel, amiatt, hogy lenne érdeme gondolkodni egy budapesti olimpiáról, de csak komoly feltételekkel körbebástyázva. Ezzel jövünk a reklám után. Folytatjuk is az aktuált Gémesi Györgyel, Ligeti Miklóssal és Bojár Ábellel. Tegnap ugye ott hagytuk abba a főváros és az olimpia rendezés kérdését, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság és a Paralimpiai Bizottság felkérte a fővárost, hogy egy közös gondolkodásban vegyenek részt, és ezt a fővárosi közgyűlés elé fogja terjeszteni a főpolgármester, és a mai napon még további érveket sorakoztatott fel amellett, hogy miért lenne érdemes legalább ennek a közös gondolkodásban együttműködni az önkormányzatnak, illetve a kormánynak. Mutatjuk, hogy mivel érvelt. A Magyar Olimpiai Bizottság döntött arról, hogy Magyarország vegyen részt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság eljárásrendjében. Ebben a tájékozódási folyamatban, ami nem kerül pénzbe, nem kerül adófizetői pénzbe, tud tájékozódni a Nemzeti Olimpiai Bizottság és a főváros vagy Magyarország avval kapcsolatban, hogy milyen feltételek mellett lehet olimpiát rendezni. Arra a felhívásra, amit kaptunk, arra azt gondolom, hogy nem lehet nemet mondani. Ugyanakkor vannak feltételek, amelyekhez a budapesti olimpia kapcsán ragaszkodni fognak. Például, hogy nem lesznek újabb érdemi sportberuházások. A közlekedési és zöld infrastruktúra viszont fejlődik. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy ez az ügy nem a egy ügy a sok közül a magyar belpolitika mocsarában. Éppen ezért azt remélem, hogy sikerül olyan típusú konszenzusos folyamatot kialakítani, ami a politikai szereplők mindegyikének a véleményét becsatolja ebben a folyamatban. Azokért is, akik adott esetben zsigerből mondanak nemet az olimpiára. Vagy az... Karácsony azt javasolja a fővárosi közgyűlésnek, hogy a jövő heti közgyűlésen foglaljon állást a kérdésben. És még két mondat a mai Facebook posztjából a főpolgármesternek, ugye úgy fogalmaz, hogy ő nyáron személyesen részt vett a párizsi olimpián, ezt nyilván nem csak ő szűrte le belőle, hanem a szakértők is, hogy a mai olimpiák már nem úgy néznek ki, hogy a városokat szabják az olimpiai igényeihez, hanem fordítva, a városoknak megfelelő olimpiákat rendeznek, ugye ezt láttuk nagyon-nagyon sok részletben Párizsban is, és úgy fogalmaz, hogy ez az többek között, ami miatt ez megfontolásra érdemes, illetve úgy fogalmaz, és talán ez a legfontosabb mondat, hogy az olimpia egy eszköz a város fejlesztésére. Budapest fejlesztésére. Ami, ha onnan nézem pozitív, ha onnan nézem, akkor meg nagyon szomorú, hogy máshogy nem lehet zöldágra vergődni egy kormánynak, meg egy városnak egymással. Én 5 olimpián voltam. Most Párizsban nem voltam, és Tokióban nem voltam, nem is nagyon lehetett elmenni. Mi sportvezető voltam, Magyar Ügyvószövetség elnöke és a Magyar Olimpiai Bizottság elnökeként. Valóban van egy ilyen nyitás a település irányába, akár Londonban, ahol nagy tereken álltak a teniszpályák és más létesítmények, vagy akár Párizsban is, ahol a megnyitó a Szajnára került. Először jött ki stadionból a megnyitó az olimpiák történetében, vagy legalábbis az előző olimpiák történetében, ami szerintem jó irány, sőt az is, hogy a Eiffel-torony egy szimbóluma lett az olimpiának. Budapestnek a szándéka nekem, mint sportolónak és a kormánynak támogatandó emocionálisan és sportbarátként. Gazdasági szakembereknek kell megvizsgálni azt egyrészt, hogy a szükséges forrást hogy lehet biztosítani. A Párizsi Olimpia 4,4 milliárd euró volt, az 1600 milliárd forint körüli összeg. Ez bődületes nagy pénz.
és ennek ugye jelentős része nem megspórolható, az a security, az a nagyon-nagyon drága, Közép-Európában különösen, mert ugye sokkal nyitottabbak az országok a megközelítés szempontjából, mint mit tudom én, Rio de Janeiro vagy Peking például. Tehát ez az egyik része, ehhez én nem értek, de amúgy látom és figyelem a gazdaságjelengi folyamatot, ez a forrás nagyon nehezen összerakható. A másik része Budapestnek az az infrastruktúrális helyzete, ahol közlekedni kell. Ugye Athénban, amikor olimpia volt, akkor külön sávok. Elment 400 ezer aténi szabadságra. Ez volt a deal. Abban a pillanatban ugye lecsökkent az aténon beli közlekedés, és külön sávok voltak, amik az olimpiára mentek. Hogy a mai, illetve egy következő 5-10-15 éves fejlesztési folyamata hogy fog alakulni a fővárosnak, ezt nem tudjuk. Nagyon-nagyon sok pénz, ez 1600 milliárd felett kell még, nagyon-nagyon sok pénz. Az, hogy az elmúlt 34 évben nem sikerült a Ferihegyet úgy megközelíteni, mint bármelyik európai városban, hogy felszállunk egy gyors metróra, vagy bármire, és a városközpontban vagyunk 20 perc alatt, ez azért elgondolkodtató. Létesítmények egy része megvan, ez kétségen kívüli, de ez nagyon kevés ahhoz, hogy egy nagyon szép és nagyon jó olimpiát lett rendezni. Tehát összefoglalva, én nyilván nagyon szeretnék nézni magyar sportolókat, de úgy látom, hogy akár az infrastruktúrális helyzete, szerkezeti, közlekedési szerkezete, a szállodai szobák mennyisége és a pénzügyi nehézségek, ezek nagyon komoly. Ugye 36-ról vagy 44-ről beszélünk, vagy legalábbis a főpolgármester posztjában ezek a dátumok szerepeltek, tehát hogy azért nem holnapra kell ezt megvalósítani. Igen. Messze van még, igen. Én nem merném, nem verném a bátorságot, hogy én megítéljem azt, hogy Budapest ebből hogy jön neki pénzügyileg, hosszú távon, rövid távon, tehát a mérleg egyik serpenyőjében ott van Barcelona vagy London, másikban meg Athén, meg Rio, tehát mindenre van nagyon sok példa, és rengeteg tanulmány szól arról, hogy mi múlnak ezek a dolgok. De ami számomra érdekes Karácsony megszólásában, azok a szociális, pozitív mellékhatásai, mint potenciális sztori. És ez tényleg tök jól hangzik, hogyha felépül egy olimpiai falu, akkor legyen az bérlakás, diákváros, bármi. Csak amit nem látok ebbe, hogy lesz, ki lesz az a kormány, megint csak 15-20 év múlváról beszélünk, bármilyen hatalom, Magyarországon hatalmon van, aki erre tényleg olyan garanciát tud adni, hogy egy ilyen folyamatban ezek a hosszú távú szempontok, amik tényleg üdvözítendők, prioritást fognak élvezni. Ez, amit nem látok, és ezért, amikor meghallom ezt a tervet, hogy de jó lesz, majd ott lesz egy diákváros, igen? Ki és milyen módon tudja majd ezt garantálni? Mondjuk egy 36-os olimpiához az építkezést azt nyilván most kellene elkezdeni, és én megint nem tudok elszakadni a saját kaptafámtól, hogy ugye, ha megkérdezünk valakit 90-ben, bár nem biztos, hogy ez a top érdeklődésben benne volt, hogy gondolja, hogy 2024-ben Ferihegyre még mindig nem lehet kijutni kötött pálya meg gyorsan. Mondjuk tételezzük fel, hogy ez akkor valakit nagyon érdekel, nyilván azt mondja, hát 34 év múlva már helikopterrel fogunk járni a városban. Hát, hogy igazából én nem tudom azt elengedni, hogy milyen bődületesen sok pénzt lopott el a NER és a hozzácsatolt haszonhúzói kör az elmúlt 14 évben. Tehát ha ez a 36-os olimpia lenne vagy lesz, és most kezdenek rá építkezni, akkor ez megint valami olyan gigászi pénzellopási lehetőség, ami csak ahhoz mérhető, ami az elmúlt 14 évben megvalósult. Még egy szempontot hadd hozzak ide, és ez viszont abszolút nem hosszú távú, hanem maximálisan rövid távú ezzel a képzavarral érve. Az, hogy Karácsony Gergely tematizálja ezt a kérdést, ez egy lehetőség vagy egy kényszer most? Hát nagyon érdekes, bocsáss, mert csak egy nagyon rövidet, hogy azt ugye mondta, hogy jövő héten előterjesztő testület elé, ami most ugye nagyon forrong. Tehát sikerül egy egységes döntés hozni, kvázi egy kvázi semleges, előrevívő kérdésben, vagy nem? Már az előzetes egyeztetésre sem ment el. Én szerintem a főpolgármester úrnak ez a mondata, ezt sejteti, hogy beleviszi a testületet egy ilyen típusú vitába, ami... De ez jó, nem? Végre nem ő róla szól. Igen. Igen. Egyfelől nem róla szól, másfelől nehéz erre mondjuk egy Fidesz frakciónak így nemet mondani, bár Szent Király Alexander Skáli megtette. De ami érdekes volt, csak hogy válaszoljuk a kérdésre, amikor mentem a játszások, így összesugtunk, hogy a testbeszéd meg a metakommunikáció. Tehát így nem úgy tűnt, mint amin annyira szívvel jött volna ez a véleménynyilvánítás, de van benne politikai logika. Lehet. Igen. Igen. Két év is az. Akkor megyünk tovább, mert hogy a 24.hu egy nagyon érdekes oknyomozó anyagot hozott nyilvánosságra, illetve
összefoglalta azt, hogy Nagy János egykori helyettes államtitkárt egész pontosan mivel vádolnak, amelyben akár még az agrárminiszter tanúskodására is szükség lehet. Ezzel folytatjuk. Történetet a Napszáma rovatunkban foglaljuk össze. A szám, amit látni fognak, milliárdos összeg. 2,2 milliárd forintról van szó, ahogy itt láthatják mellettem. Ez az az összeg, amelyet a vád szerint kifizetett Nagy János egyköri helyettes államtitkár közreműködésével az Agrártárca korábban két ügyvédi irodának. Az ügyet a milliárdos üzletember Nobel és Kristóf személyével is összekötik, mert hogy őt ebben az ügyben egy érdekeltséggel vádolják, illetve úgy fogalmaznak, hogy korábban pénzmosás miatt indult ellen a nyomozás, végül adócsalással vádolták meg, és a 24.hu információja szerint Nagy István agrárminiszter decemberben ebben az ügyben kihallgatják, és ugye tudni kell, hogy amikor erre a pénzügyi manőverre sor került, akkor Nobil és Kristóf fia volt a miniszter kabinetfőnöke, most pedig Nobil és Márton agrár államtitkárna. Ezt a szövevényes ügyet próbáljuk most kibogozni. Egyébként megszólalt a 24.hu-nak Nobil és Kristóf ügyvédje, és ő azt mondja, hogy súlyos ellentmondások vannak a vádiratban. Egyébként a vád az arra alapul ennek a szállának a történetben, hogy nem végeztek érdemi munkát ezért a kifizetésére az adott ügyvédi irodánál. Ezt egyébként többen tagadják, viszont ugye aki a volt helyettes államtitkár a bíróságon úgy fogalmazott, hogy idézem, aki látott már közelről minisztériumot, az nem feltételezi, hogy egy helyettes államtitkár milliárdos szerződéseket talál ki. Nyilván ezzel összefüggésben is hallgatják meg a minisztert, hogyha jók a 24.hu értesülései. Ez bocsássuk előre, mert nem a védelem képviseletében vagyok jelen, hogy ugye ez a vádhatóság álláspontja, mielőtt még bármelyikünkre rásütik, hogy bűnösnek mondtunk ki valakit, akit még bíró nem ítélt el. Egyébként ezt az ügyet 2021-22-ben, amikor a korrupció fekete könyvének második kötetén dolgoztunk, akkor beválogattuk a top 50-be, pedig akkor még éppen ilyen épp alakulóban lévő sztori volt, mert még csak annyit lehetett tudni, hogy egy meg nem nevezett helyettes államtitkár, aztán kiszivárgott a neve, és egy viszonylag klasszikus támogatási csalás jellegű magatartással gyanúsították, akkor azután már ugye vádat emeltek ellene, hogy nem létező szervezeteknek fizettek ki Európai Uniós támogatásokat, meg részben Európai Uniós, részben magyar közpénzből származó támogatásokat, és nyilván erre ráépült egy teljes ökoszisztéma. Az egyébként izgalmasabb kérdés lenne ebben a mai, tegnapi konkrét hírben, amire ugye Nobil és Kristóf védője mondja, hogy súlyos ellentmondásokkal terhelt, hogy ha volt is teljesítés az ügyvédi irodáknál, mi a fenéért utalták át a pénzt, amit ezért az állítólag létező, az ügyészség szerint meg fiktív teljesítésért, tehát nem létező teljesítésért kaptak. Tehát, hogy mi a logika abban? Persze úgymond a saját pénzével bárki tehet bármit, hát ennek is vannak korlátai, hogy most pénzmosásról, költségvetési csalásra, tehát bevételi adócsalásra állt át a vád, az anélkül, hogy bármi többet tudnék, mint ami a sajtóban megjelent, az lehet annak az oka, hogy nem azt akarják vitatni, hogy bűnös magatartásból származó vagyon növekménynek az eredetét próbáltam valamiféle befektetéssel legalizálni, hanem azt mondták, hogy nem adózta le, hát őnála ez úgy jelent meg, mint bevétel, aztán nem elfelejtett belőle adózni, ez egy egyszerűbb, alacsonyabban függő gyümölcs. Az egy nagy kérdés, hogy ekkora a sok kérdés közül a másik nagy, hogy ekkora feltételezett elkövetési értéknél miért van szabadlábon? 2 milliárdnál
Nyilván pontosan tudom, mielőtt az ügyészség meg azt ütni ránk, hogy a letartóztatás az nem arról szól, hogy előrehozzuk a büntetést, hogy már a jogerős elítélés előtt legyen neki nagyon rossz, és ott a csótányok a cellában, nem tudom, rágják meg a talpát éjszaka. De hát ugye 2 milliárd forintnál már azt kellene feltételezni, hogy megpróbál elmenekülni, elszökni. De ezek szerint nem. Mert de hát ezek szerint bíznak benne, hogy bizonyítékokat nem igen. befolyásol az, hogy a... vádbeli magatartás elkövető oldalán érintett minisztériumban a közvetlen hozzátartozója, a fia, magasrangú dolgozó, az volt és van egyszerre, az ezek szerint nem összejátszási vagy befolyásolási. Ugye, nyilván keveset tudunk ennek az ügynek a hátteréről, ugye Ligeti Miklós úgy fogalmazott, hogy egy ökoszisztéma épülhetett erre, és azért ezt láttuk már több hasonló felépítési ügyben is. Mind múlik, hogy ez ilyenek kipukkadnak-e? Hát igen, ezen gondolkoztam, hogy nagyon érdekesek a jogi aspektusok, amelyeket részletesen most így elmondtál, és nagyon kíváncsi voltam, de azért egy ilyen sztoriból, amikor tényleg egy top 100-as üzletember ellen elindul egy eljárás, nagyon nehéz nem legalább elgondolkozni a politikai kontextusa meg a hátteren. Tehát ki ez a Nobilis Kristóf, ugye? Tehát ő még a Spéder érában jóba volt hatalommal, aztán kevésbé volt jóba hatalommal, ugye az Exit Bankkal üzletelt, aztán pereskedett az állammal, aztán ezt a pert ugye ő megnyerte több fordulón után. Tehát ő szerintem egy ilyen kegyvesztett helyzetbe került, nem most, hanem mondjuk 10 éve, és én nem tudom, hogy mennyire volt feltételezés azért azt gondolni, hogy ez nem biztos, hogy független attól, hogy most ő ellen elindult valami. Na jó, valami. Csak amikor már egy agrárminiszternek kell tanúskodnia. Ettől azért nem kell annyira hasra esni, tehát egy normálisan működő jogállamban, ha kiderül, hogy magas szintre érő korrupciós vagy egyéb visszaélési gyanú van, akkor a bíró csont nélkül beidéz bármilyen magasrangú tisztviselőt, és akkor annak ott vallomást kell tenni. Hát a törvény előtt mindenki egyenlő, ez a kötelezettségekre is vonatkozik. Az adózáson kívül a másik általános kötelezettség az a tanúvallomást tételi kötelezettség. Olyan nincs, hogy pusztán azért, mert ő miniszter, ne kellene ennek a kötelességnek eleget tenni. Csinos Conteó, és én nem mondom, hogy teljesen ejthető, mondjuk ő egy csendes kegyvesztett, tehát igen. Nem olyan hangosan már csendes, el már csendes. A kegyeket, de nem igen. akarok én egyetlen vád alá került emberen sem élszerűdni. Én inkább afelé hajlok, hogy az egyszerűbb megoldások a valószínűbbek. Tehát, hogy ezek az ügyek pont az ökoszisztéma miatt buknak ki. Valakit elkapnak egy banánhéjon siklikkel, egy gyorshajtáson, egy ittas vezetésen, egy füves cigin fogják meg, és feldobja az információt, létrejön a hír, utána mennek a hatóságok lehallgatással, vagy más titkos módszerekkel. Az akta, a dosszié létrejön, ezt már ejtőjönhetően tudjuk, hogyha valamiről dosszié van, az általában már nem sok jót szokott ígérni, és annyira nem vagyunk keletre. Magyarország azért nem Oroszország, nem Fehér Oroszország, annál sokkal kevésbé vagyunk keletre, hogy egy ilyen aktát, egy ilyen információt teljes egészben el lehessen folytani, beindul a gépezet, automatizmus. Bocsánat, ezt a vitát most be kell, hogy rekesszük, mert hogy 2,5 percünk van hátra, és megígértem a nézőinek, hogy ha már itt van Gödöllő polgármester, akkor elkérdezünk arra, hogy miért is került most be a városa a hírekbe. Ugye röviden arról volt szó, hogy 10-ből 10 képviselő behúzta Gödöllői Lokálpatrióta Klub színeiben a közgyűlési helyet, tehát teljes többsége van Gémesi Györgynek, viszont derültékből villámcsapásként érte a széles nyilvánosságot azt, hogy az önhöz kötődő kabinetvezető főtanácsadói pozícióját az alpolgármester javaslatára megszüntették, és ők, már hogy az a 8 fő, aki ebben együtt szavazott, úgy fogalmazott, hogy a kabinetvezető foglalkoztatása már régóta hatalmas károkat okoz a hivatalnak, de Gödöllőnek magának is 18 éve folyamatos feszültség van a városban a magatartása miatt, régóta jelezték. Hogy fajult eddig ez a konfliktus? Egyrészt nem ő okozott kárt a városnak, hanem ez a kis intermezzo, hiszen egy ilyen győzelem után nem az szokott történni, hogy most valamilyen szinten elindul egy belső feszültség. Péter Fő Csaba kollégámmal 20 éve dolgozom, kiváló szakember, rengeteget tett a városért, kétségen kívüli vannak kommunikációs problémák már, mint egymással, és ennek következtében feszültségek vannak a munka közben, de hol nincs ilyen.
Sőt, ez azért nagyobb feszültség volt, hogy egy ilyen drasztikus lépésre szentek. Igen, de van, ami föl van hangosítva, azért ez nem teljesen így van. Nyilván vannak ennek bizonyos jellegű alapjai, de hát magában a kampányban, mert ez egy politikai státusz, is részt vett, három jelöltet is ő javasolt nekem a mostani képviselőtestületbe, tehát egy együttműködés volt az elmúlt időszakban, és egy jól lebonyolított kampány. Ami egyébként ebben a történetben számomra zavaró volt, és ami miatt meg kellett lépjek egy bizalmi döntést, az az, hogy valóban beterjesztésre került az SMS módosításnál ennek a két politikai státusznak az eltörlése. A jogszabály, a törvény lehetőséget biztosít a polgármesternek két olyan státuszra a feladatai ellátása miatt, ahol több mint köztisztviselő, tehát vannak benne helyi politikai momentumok is, nem pártpolitikai, természetesen településpolitikai, és ugye ez a két státusz úgy került megszüntetésre, hogy a reggeli megbeszélés kapcsán a testületülés előtt én erről nem tudtam. Én voltam az előterjesztő, és egyik pillanatra másikra ez oda került elém. Ez azt gondolom, hogy egy olyan ember részéről, aki az első számú alpolgármesterem, és aki ennek a információnak a birtokában volt, ez nem történhet meg. Az megtörténhet, hogy nem értenek egyet, hogy terjesztenek be módosító javaslatot, és akkor én azt mondom, leveszem napirendi pontra, és visszatérünk rá, tárgyalunk. De akkor ez egyfajta, hogy fogalmazok, bosszú volt, hogy erre ez elmondta az alpolgármester? Ez szerintem kicsit kicsinyes, és nem teljesen átlátott. Le. Nem átlátott, én egy kicsit úgy mondom, hogy amatőr is, hiszen viszont sok kárt okozó folyamat volt, de nem mennék ebbe bele, ezzel párhuzamosan a városi Facebookot, róla az adminokat egy valaki kitiltotta, tehát még híreket se tudtunk föltenni, hogy tűz van, esik az eső, stb. Ezek nem megengedhető eszközök. És pontosan ezért, mert egy első számú általam javasolta a polgármester úr, ennek masszív részese volt, én most elvettem tőle a feladatokat, nem szüntettem meg az alpolgármesteri státuszát, nem is fogom előterjeszteni ezt a testület elé, nincs egyenlőre feladata, én azt gondolom, hogy át kell gondolni ezeket a kérdéseket, ki milyen formában kívánod egységért. Ugye ebben tehát a számok azt mutatják, hogy a testülete többségével szemben áll, mert ugye 8 fő ezt megszavazta, tehát nem csak az alpolgármesterrel áll szemben, hanem a testületi többséggel is. De én azt gondolom, hogy a polgármesternek van joga megválasztani azt a munkatársát, hogy az aztán milyen feladatokat kap és milyen formában, azt a munkatársát, akivel közvetlenül együtt dolgozik. Én azt gondolom, hogy ez sehol nincsen. Nyilván, ha nem tetszik a hatáskör, azról lehet beszélni, meg lehet adott esetben szabadulni. Úgy fogalmazott, hogy a munkahelyre áll, de nem azt mondta, hogy a bizalom áll helyre. Tehát én azt gondolom, ez a bizalom most egyenlőre fel van függesztve a polgármester úrra, a munka megy, a testületi tagok nem nyilatkoztak, úgyhogy fölállnak, és mit tudom, most elkezdünk akkor egymással hadakozni. Nyilván meg lesznek az előterjesztések, testületülések, és majd visszatérünk erre a kérdésre. A következő időszakban nekem az a feladatom, hogy a város működjön, a város működni fog, az, hogy megteremtődjön az a döntéshozó stabilitás, amivel a döntéseket meg lehet hozni, és a szakma tud dolgozni a város működése és fejlődése érdekében, és a helyi nyugalom a polgárok között is visszaálljon. Meg fog történni, így fog, ezen az úton haladunk, békességre és munkára van szükség. Köszönöm, hogy tudtunk erről is beszélni, az uraknak pedig a türelmet és a többi kommentárt, és önöknek a figyelmet. Most figyeljenek, mert jön Egri Viktorral a csat, maradjanak itt az ATV-n, szép estét!